Önkormányzati támogatással újul meg a Toldi gimnázium, a munkák jelentős részével szeptemberre végeznek. Egészségtelen ételek az iskolai büfékben, körlevélben tájékoztatják az intézményvezetőket a büfékben árusítható és a tiltott termékekről. Tübörög a sziget, a legnevesebb hazai múzeumok is bemutatkoznak a fesztiválon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! 5 autó ütközött össze péntek délután a Bemrak parton. A balesetben senki sem sérült meg, de az autók egy ideig akadályozták a villamos közlekedést. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják. Megújul a főváros egyik legszebb iskola épülete, amelyet Hajdan egy rajztanár tervezett. A Toldi Ferenc gimnázium fenntartója, illetve működtetője ettől az évtől a Klik, ám az első kerületi önkormányzat jelentős összeggel támogatja a korábban elkezdett tetőfelújítás befejezését. Nagy szerencséje van ennek a fiatal vércsének. Egy olyan majd 160 éves neogót épület tetején lakik, amilyen kevés van Magyarországon. Ráadásul közelről csodálhatja ezt a látnivalót, ami nem sokaknak adatott meg eddig. A budai császári és királyi felsőreál iskola volt Hajdan, Pest-Budán a harmadik középiskola. Ám a Toldi Ferenc gimnázium 16 évtized elteltével is jól őrzi a rangját. A honi gimnáziumok országos listáján is benne van az első háromban. A Toldi gimnáziumban folyó szellemi munka és a csodaszép épület állapota is arra az elhatározásra juttatta a budavári önkormányzatot, hogy áldozzon az épületre, annak ellenére, hogy januártól teljesen a Klikre tartozik az iskola jelene és jövője. A többtornyos épület tetőszerkezetének felújítását már 2 éve megkezdték, akkor a déli szárnyal végeztek, ám a nagyobb rész az északi az idei vakáció idejére esett. Most egy vadonatúj héjazat került kialakításra. Itt kapott egy pára áteresztő fóliát maga a borítás, erre kerülnek rá a lécek, a lécezése, és majd erre az a természetes palaborítás. Ahogy majd látni fogják ott a kibúvókon, értelemszerűen ezek a bizonyos kitekintő ablakok, úgynevezett kutyaólak visszaépítésre, kiépítésre kerülnek, mint ahogy az korábban is megvolt. És ezt követően a legvégső fázis az úgynevezett díszítő oromfalaknak a végső kerámia borítása, az szintén egy egészen speciális anyag és kézzel gyártott kerámia burkolat. A felújítást irányító szakértő elmondta, hogy lecserélik a szalufákat, erősítik az oldalsó tartó szerkezetet és a párkányokat, valamint újra cserélik a természetes palafedést. Azt is megtudtuk, hogy úgy tervezték, szeptemberre lehetőleg befejezik a felújítást, ám a kevesebb zajjal és kosszal járó munkák közül néhány még belenyúlik az iskola időbe. A Toldi gimnázium tetőszerkezetének északi részére 100 millió forintot költ a budavári önkormányzat. Az összeg a műemléképület speciális helyreállítása miatt ilyen jelentős. Ebben a műemlékileg védett, örökségvédelmileg kiemelt területen, tehát ott, ahol minden egyes utcasarkon, minden egyes lábnyom során túlzás nélkül az ember több évszázados történelmi emlékekbe botlik, ott túl a jogszabályi kötelezettségen mindannyiunknak kutya kötelessége azt az állapotot megőrizni, és lehetőség szerint javítani állékonyságában mindenféleképpen, ami szépé, kulturáltá, és olyanná teszi ezt a milliót, amilyennél alakult. Úgyhogy ilyen jellegű számítások nincsenek. Tehát nem tudjuk kiváltani, és nem is szándékunk a téglát betonra, és a természetes palát pedig bitumen fedésre. A Toldi Ferenc gimnázium felújítását részleteiben ellenőrző műemlékfelügyelet a statika, illetve állékonyság vizsgálata mellett az anyaghasználatot, az esztétikai kivitelezést és a korhűséget is folyamatosan kontrollálja. Előzetes letartóztatásba helyezte a rendőrség azt a két nőt, akik mobiltelefonokat loptak el fesztiválozóktól a szigeten. Az elkövetőket a biztonsági őrök még a fesztivál helyszínén észrevették. Amikor átvizsgálták a ruhájukat, több telefont és fizetéshez használt kártyákat is találtak náluk. Az iskolai büfé kínálatát már 5 évvel ezelőtt egy rendeletben szabályozták, ám ettől függetlenül sok büfében rendszeresen előfordulnak az úgynevezett chips törvényben szereplő termékek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői és a Fiatal Családosok Klubja az egyik budapesti piacon hívta fel a figyelmet az egészségesebb táplálkozásra és a szabályok betartására.
Az általános iskolák felső tagozatos diákjainak negyede kövér vagy néhány éven belül az lesz. Az iskolai büfék szerepe ebben a helyzetben meghatározó. A Fiatal Családosok Klubja azért csatlakozott az iskolai büféreformhoz, mert ők is rengeteg levelet kaptak a szülőktől, amelyben a büfékre panaszkodnak. Habár a gyerekeknek még 3 hét hátra van a vakációból, de az iskolák hamarosan megnyílnak, a tanároknak, igazgatóknak elkezdődik a munka, és ezzel együtt elkezdődik majd a szerződések, kötések ideje is, amikor az igazgatók, illetve a tankerületek megkötik szerződéseket többek között a büfék üzemeltetőivel is. Szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy figyeljenek oda az igazgatók, illetve a tankerületek, hogy a szerződésben legyen pontosan leszabályozva, hogy milyen termékek árusíthatóak az iskolák büféiben. Ez év márciusában már volt egy társadalmi összefogásra buzdító akció annak érdekében, hogy az iskolák vezetői, a szülők és a gyerekek közösen tegyenek az egészségesebb iskolai büfékért. A magyar felnőtteknek kb. 30%-a küzd az elhízással, túlsúlyossággal, de ez már gyermekkorban is jelentkezik, hiszen gyermekkorban minden ötödik kisfiú és minden negyedik kislány már 7 évesen is a túlsúlyossággal, elhízással küzd, és hogyha erre nem figyelünk oda, és a későbbiekben ez megerősödik, akkor a szív- és érrendszeri megbetegedésekben, cukorbetegség kialakulásában, sok minden másban is későbbiekben az életminőséget ronthatja, és az egészségben eltöltött éveknek a számát csökkentheti. Ezért volt fontos a kormányzatnak többféle intézkedése, a mindennapos testnevelésnek a bevezetése, a dohányzás kitiltása minden zárt helyről, a menzareformnak a fokozatos bevezetése, hogy az egészségtelen táplálkozás szoruljon vissza az iskolai étkeztetésben. És emellett volt fontos, hogy azok a termékek, amelyek a chipsadó hatálya alá esnek, azok nem árusíthatók sem az iskolai büfékben, sem pedig az iskolai étel- és italautomatákban. Az iskolai büfékben forgalmazható termékek körét, illetve a tiltó listát elméletileg egy 2012-es miniszteri rendelet szabályozza, ám a gyakorlat sokszor eltér ettől. Egy körlevélben minden iskola igazgatóját részletesen tájékoztattuk arról, hogy mik az előírások. Szerepelnek ebben, hogy mik azok a termékek, egyenként felsorolva, amelyek nem árusíthatók az iskolai büfékben, mik azok, amelyek viszont árusíthatóak, mert egészségesek, és mik a jó következményei annak, hogyha valaki ilyen egészségtelen termékeket árusít a büfékben. Folyamatosan át kell állni erre minden iskolai büfének, hogy nyilván lehetnek a gyermekek számára vonzó, ízletes, finom dolgok, de ettől függetlenül a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani. Azok a túlcukrozott, mesterséges adalékanyagokkal ellátott, a gyermekek fejlődését, egészséges növekedését hátrányosan befolyásoló különböző csokik, cukorkák viszont nem árusíthatóak az iskolai büfékben, amelyeket ezek a rendelkezések tiltanak. Nos, tehát minden iskolaigazgató megkapta részletesen ezt a tájékoztatót, mellékeltük azt az OET állásfoglalást, amelyben ezeknek a hivatalos leírása is szerepel, és a jogkövetkezményekre is felhívtuk a figyelmet, hiszen nem lehet érvényesen olyan szerződést kötni, amely megengedi ezeknek a forgalmazását. Az egészséges vagy egészségtelen büfé közötti válaszutat azonban minden iskolában az intézmény vezetője jelöli ki, ugyanis csak az igazgató mondhatja fel a szerződést a chipseket és cukros italokat forgalmazó büfésekkel. A szélesebb körű kontroll érdekében minden esetre az önkormányzati jegyzők is kapnak az iskolabüfék kínálatát szabályozó körlevélből. További híreink következnek röviden. Jelentősen csökken a véradók száma a nyári hónapokban. A szabadságolások és nagy meleg miatt kevesebben jelentkeznek a szervezett véradásokon. Ahhoz, hogy a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon, naponta mintegy 1800 véradóra lenne szükség. Éppen ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több véradást szervez szerte az országban. Augusztus 16-án 14 és 17 óra között a Marcibányi téri művelődési központban várják a véradókat. A további helyszínek a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Folytatódott az építőipar bővülése. A KSH jelentése szerint júniusban az építőipari termelés 27,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Az épületek építése 26,1%, míg az egyéb építményeké 29,6%-kal emelkedett. Marcinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára közölte, idén az első negyedévben több mint 1000 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, ez 34%-kal magasabb érték, mint az előző év azonos időszakában.
Hétfőn elkezdődik a Fény utca, Lövőház utca és a Millenáris fogadók közötti szakaszának felújítása. Nem csak a burkolatot cserélik ki, de a csatorna és vízvezetékek korszerűsítését is elvégzik, továbbá átépítik az elektromos hálózatot. Az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásra kell számítaniuk. Szeptemberben Budapest ad otthont a 39. Nemzetközi Skander és Paraskander világbajnokságnak. A versenyeket szeptember 5-e és 11-e között a MOM sportközpontban rendezik meg. A VB-re rekord létszámot várnak, 50-55 ország, 1500 versenyzője vesz részt a megmérettetésen. Ők a junior, felnőtt és para kategóriában harcolnak majd az érmekért. Dübörög a 25. Sziget Fesztivál, a rendezvénysorozaton rengeteg hazai és külföldi sztár lép fel, de nem csak zenei programokkal várják a fesztiválozókat. A Szigeten például a legnevesebb hazai múzeumok és a Hungarikumok is bemutatkoznak. Ilyen útjelző táblák segítik a sziget lakókat a tájékozódásban. Szükség is van a táblákra, hiszen több mint 1000 program várja a fesztiválozókat a mintegy 76 hektáros területen. A jubileumi Sziget Fesztiválon idén is rengeteg a külföldi vendég. Hollandiából, Olaszországból, Németországból, az Egyesült Királyságból és Franciaországból érkeznek a legtöbben. Csodálatos a sziget, lenyűgöző hely. Jövőre is biztosan visszatérek, mondja ez az izraeli fiatal. Szerintem a sziget a legjobb hely a kikapcsolódásra. Nekem azt tetszik leginkább a szigetben, hogy nem csak jobbnál jobb zenei programok vannak egy helyen, hanem az is, hogy nagyon sok más kulturális program is van, és akár sportolni is lehet. A Sziget Fesztiválon nem csak a magyar és külföldi sztárok lépnek fel, de idén is bemutatkoznak a legnagyobb hazai múzeumok. A Nemzeti Múzeum sátránál például a magyar történelem legjelentősebb alakjait ismerhetik meg a szigetlakók, akik akár egyedi kitűzőket is készíthetnek. Jelenleg a futó időszaki kiállításunkhoz, a reformáció 500 évéhez csatlakoztunk, és ehhez kötődően készíthetnek nálunk egyedi kitűzőket a reformáció szimbólumaival kapcsolatos kis ábrázolásokkal, illetve mivel 2017 azért a kiegyezésnek is egy évfordulója, ezért ismételten kihoztuk a társas játékunkat, ami a 48-as emigránsokkal kapcsolatos, és játszhatnak Teleki Lászlóval, Bem apóval, vagy pedig Andrássy Gyulával is. Nagyon szokták szeretni egyébként külföldiek is és magyarok is egyaránt. Ez pedig már a manóvilág. A különleges helyszínen bárki próbára teheti a kézügyességét. Kerámiátokat lehet festeni, van ugye olyan is, amit mi festünk ki, és már kiégetve hozzuk mázosan a kerámiát, és itt, amikor majd a srácok és a reggeli eltűnik az asztalról, akkor a vendégeket várjuk festegetni akrillal, tehát nem lesz kiégetve ilyen fényesre, viszont teljesen jól rajta marad, és akkor azzal lehet vinni kis emlékbe. Ennél a sátornál nem csak a légi irányítás mindennapjaiban nyerhetnek bepillantást az érdeklődők, de a vállalkozókedvűek akár a szabadesés élményét is átélhetik. Ahhoz azonban, hogy valaki leugorhasson a 8,5 méter magas toronyból, előbb meg kell felelni egy teszten. Minden résztvevő kipróbálhatja az AirAbility nevű alkalmazásunkat. Ez egy olyan alkalmazás, ami felméri a memóriát, a logikát, különböző kompetenciákat, amik kellenek ezek a szakmához. És aki ebben elér egy magasabb pontot, ő leugorhat erről a toronyról. A szervezők idén is rengeteg fesztiválozóra számítanak. Tavaly látogató csúcs volt a közel félmilliós látogatószámmal. Úgy tűnik, hogy ezt most nem fogjuk tudni megdönteni, megpróbáljuk nagyon megközelíteni. A Sziget az elmúlt 25 évben Európa egyik legnagyobb zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!